Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra itt a Parapéntek, és mi más lenne, mint ugye egy horror játék. Ezt a játékot már egyébként nézegettem egy jó ideje, úgyhogy... Kicsit poros. Szóval... ezt a játékot, hála Istennek, ugye mi sikerült úgy megszerezni, és amikor ugye a Steam-en ugye elérhető a játék, és nem először, szóval nem először és nem másodjára magyarul fogjuk végigjátszani. Úgyhogy ez sokat fog segíteni nekünk abban, hogy nem kell állnom fordítgatnom, így nektek is jó, illetve az, hogy nem ilyen vesz ilyen nagyobb erőbedobást tőlem a fordítgatás. Egy-két év is betölt a játék, addig is, eltűnt a képernyő. Ti már biztos halljátok, én még itten szenvedek. No, remélem a játékot is így előszeretettel be fogja tölteni, legalábbis remélem, hogy képügyileg, de ha nem, hát ez no problem. Elő szokott fordulni, nálam meg főleg, miért is akarná, ugyebár. Az egész egy hülyeség. De itt van azért, csak sikerült. Ó, wow. Szóval... megmostam a hajam, szóval sehogy sem áll, össze-vissza száll, nem száll, engedjük el. Na, az a játék igazából engem már nagyon érdekelt, ezt mint mondtam, már elég régóta nézegettem. Ez egy tavalyi, 2019-es játék, úgyhogy csak letakarítom az asztalt, mert helóton van, hogyha itt ilyen dolgok vannak. Na. Nem tud úgy játszani a szervezetem. Szóval, ez egy 2019-es játék, és... emetleg és gyakorlatilag nagyon-nagyon népszerű volt. Úgyhogy most megnézzük, hogy valóban, valóságosan milyen. Kíváncsi vagyok. Remélem nem túl hangos. Végülis maximális hangerőm van. De... és én most így... szerintem a többi az marad, szerintem az maradhat. Jó. Kezdjünk egy új játékot. Na nézzük. Aha. Nehéz szint. Azok számára, akik elég bátrak és megbíznak a túlélő horror tudásukban. Hát nekem nincs túlélő horror tudásom, de oké. A halál elkerülhetetlen. Hát ez csodálatos. Az indítás után ez a mód már nem módosítható. A mentések száma korlátozott. Ja, jó, bocs. Az ellenfelek korábban bukkannak fel és sokkal erősebbek. Ja, köszi. Az ellenfelek könnyörtelenebbül erednek a nyomodba. Ja, kösz. Normál. Azon, akik a kihívás jelentő, mégis egy kiegyensúlyozott horror élményre vágynak, a legtöbb játékos számára ez ajánlott. Az ellenség érzékenyebben reagál a hangra, és könnyebben riaszthatók. Csodálatos. A összes gyógyító tárgyak ugyan szűkösen, de rendelkezésre állnak. Az ellenfél kihívás jelentőnek, de nem elsöprően erősek. Könnyű? Még újak a horror műfajban. Hát én már nem vagyok új, de a szívem az mindig. Tehát, hogy azt tudjuk. Na. És lazább játékényre vágynak. A játékos több előletőben rendelkezik, agresszív, össze és gyógyító tárgyak hűségesen fordulnak, bőségesen fordulnak. Hát amúgy. Lazán a könnyű módot választanám. Egyébként. De abban mi a kihívás, értitek? Úgyhogy természetesen a normál módot fogjuk választani. Dearest Thomas, these are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love.
yet there is more. Far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, Scare Island. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. Már kirázott a hideg. Feláll a szőröm. De jó. Akartam is kérni, hogy plush. Na. Csupán egy tiszta szív képes dalolni. Ó, csodálatos ez a kis hableány. Majdnem a szívem infortosa jött. De miért kell így bet... A játékban a fonográfok használatával tudsz menteni. Csodálatos, köszönöm szépen. De, egyébként, ha már itt tartunk, szóval, miért van az, hogy minden olyan kis lágy, kellemes, iszély, itókázok, és majdnem kap a szívem egy infarktust, mert úgy tölt be ez a csodálat. Na mindegy. Anyád, te hangos! Jézus Mária, Szent József! Egyébként, igen, legyátok egyébként az egerem, az egy cuki cica. És akkor most mit csináljak én ezzel? Na jó van. Jaj, magától kell fel, jól van, nem tudom, mert nem tudok mozogni, na mindegy. Scare Island. Na jó van. Azt nem kell magammal vinnem a... Oh, amúgy jó, nagyon szép ez a játék. Hogy van nekem itt a grafika? Hát cél FPS 300, értem. Gamma, igen. Mi? Miért ilyen csúnya? Áj. Hát bocsánat, elrontottam. Nagyon magas. Hát kapcsold már be, vagy ez hogy kell? Ja, elmosódás, azt ne kapcsolt be. Az soha. Az mi? Az a kromatikus aberráció. Hát aberrát vagyok én már így is. Környezeti elzáródás. Vannak itt ismerek én elzáródásokat, de... Nagyon... Nagyon magason van minden. Automatikusan azt állította be. Jó, hát... Szerintem nem így nézett ki vagy, de... Csak halucinálok. Jó, nézd, már rágyújtottunk. Jó, oké. Első osztály. Hát ez nagyon... Ez a business class. Az igen, hát ezt jól derakták. Mert nagyon csúnya volt így. Na most már jó. Az első osztály utazók. Azért van lóvé ezerrel, nem? Na, hol van. Azt a csomagunkat nem kell magunkkal vinni, vagy mi van? Jó pótri helyre jöttem, jó van. Jó csajt veszek el én is, jó van, akkor semmi baj. Nem bajom. Belemegy a fá. Ezért a vonatba? Mi? Nem lehet, hogy én meggondoltam magam, azt visszaszállok a vonatra. Na, én visszaszállok. Nem. Szép! Azt kell mondjam, hogy jól néz ki. Itt ne hagyjatok! Én visszaszállok. Itt ne hagyj!
Na, nagy újra... Micsoda? Tehát belolvasd néha még egyszer! Na. Scare Hotel különleges előadás, Elizabeth Williams, az új Scare hölgy. De a híres, énekes, szenzáció. Williams lánya, élvezze... És a Scare fürdővizit. 8.97. október 30. Csodálatos. Jó van. Nem lehet magunkkal vinni ilyen dolgokat? Jó, lehet futni. Az már nagyon jó. Hú, hát én bejövök ide. Nem lehet itt lopkodni? Nem lehet. Hála. Akkor nem lopkodunk. Hát akkor futunk. Hallottad, hogy dobog a szíve a csávónak? Figyeld, futok. Halljátok? És még liheg is. Nem, most szopac. Tuti az lesz, gyerekek, megint. A csávó fut. Fut, mert biztos, hogy futni kell, azért van benne a futás. Azt elkezd itt lihegőzni nekem. Azt rájönnek majd az ilyen vadállatok. Hát egy nagy buli volt. Hát én erre megyek. Már azt tudja, el kell menni oda. Aztán meg kell... Anyád, de még ijedtem, hagyjál már. Nézzétek, hogy megy a karakter. Elmosódik. Megálló, kitisztul. Elmosódik, kitisztul. Ez mitől van? Ez ott ilyen grafikai beállítás, ez viszont gusztustalan. Édes Istenem. Hát miért mosódik ez nekem itt így? Nagyon magas, igen, élmosódás. Ki, élsimítás. Igen. Ez szerintem ez lesz az. Na, nézzük csak. Ami történt. Látjátok, milyen éles lett? Haló! Figyeld! Nem, akkor is. Nézd a hang, mint egy szirén. Ezt tetszik, szép. Vigyázz, a kutya harap, csodás. Csaj éneke. Jó, nekem ne énekelj ilyen, még itt se vagyok. És hallom, hogy dobog a szíve a csávónak, vágod? Ó, de jó. Majd nagyon szép ez a játék. Azt kell mondanom, hogy... Most mindig megnézek itt valamit. Csak kíváncsi vagyok, mit itt állítottam. Tudom, hogy néha szarakszok, de ez nekem nagyon fontos, hogy tudjam élvezni a játékot. Sötétebb le csak annyi? Aha! Aha, ja, hogy aha. Nekem ne legyen sötétebb, jó? Tehát, hogy én szeretem a világosságot, és lőn világosság. Elég sötét volt így is a lelkemben. Csomó ideig, úgyhogy... befájdult a fejem. Anyád, mi volt ez a lag? Aha, mi volt ez? Hello. Ez a lag, az agyamban volt mentés. Na már mentünk, jó lesz. Aztán bezártak. Why not sing for me? Of course, Mother. Oh,
Elég rossz a felvétel, kérem szépen. Na, ott a muter, ott a lánya, jó van akkor, oké. Okay. Ezek ilyen izék. Természetkutató? Oké. De várj, ezt miért lehet itt izé? Jó van, oké, elmentek otthonról. Nem tudok zongorázni. Úgy gyerekek, ami a fejemmel, megint valami van. Két egy rám. Madárleső, valaki madárkukkoló. Király. Maga valaki ilyen madárgyalázó. Fura ez egyébként, hogy el van mosódva. Valójában azért nem mosódnak el azért annyira a tárgyak. Hát így megyek, így el van mosódva. Ezt így nem. Na mindegy. Szeretek, hogy direkt így csinálták. Jó van akkor. Mondjuk az ott kérdezi, hogy ez a kutya harap, szóval... most jön a kutya, azt megcsúcsolja a kis lábinkat. Megint be kell mennem magam az erdőbe, hallod? Megint az erdőbe! Meg egy hotelbe kell menni már megint. Ezek a házak engem kísértenek, komolyan mondom, ilyen... Nem volt még olyan horror... Jó, volt már, de azért... Elég sűrűn egy házban, szanatóriumban, hotelben... Az meg mi a tevenyereg? Ott a kutya, de az meg mi? Sikítások vannak. Nem tudok itt átmenni. Azt akkor most mit kell csinálni? Nem lehet megkerülni se. Ha csak ki lehet nyitni. Adáig elsétálta. Na azért. Itt volt a kutyus. Pillanat. Tudom, borzasztó vagyok. Így jobban néz ki. Hát sötétebb, erdősebb, de... De mert ezt megint megy le a nap. Hát ki vagyok az élettől. Hát jó van. Hogy dobog a csávó szíve, vágod? Megint énekel valaki, nem bírja magával. Eskü. Full olyan a hangja, csak mint egy szirén lenne. Hát itt nagy parti volt, apukám. Énekelgessél, aztán bajok lesznek itt. Tudom, hogy oda kell bemenni, gondolom.
szét akartam nézni, nem, és már mindegy. Na! Kell nekem oda bemenni. A csajszöveg tudja, hogy ott van bármi bátoronyba. Szóval megint nem akarom. Miért vagyok ilyenekre kényszerítve? Oh, mamma mia. A játékban a fonográfok használatot tudsz menteni, ezt már tudjuk, igen. Megint ez a migrén, gyerekek. Ezt komolyan mondom. Szóval ki vagyok az élettől. Hol süt a nap? Hol nem süt? Azt nem látok. Még ezek a hangok. Vagyok szarva. Hello. Hello. Már vér. Jaj, de jó. Azt már nem, akkor már nem lehet kimenni, mi? Ó, hogy én ott mennék ezen az... Ó, Istenem, Istenem, jó van, oké, oké. Na, embereljük meg magunkat. Csak a telefon, valaki felvehetné. Jézus! Csókolom. Térkép, jaj. De jó. Csak a telefon, oké. Okay. Ne csörögjél már! Eddig állapotban jövök tőled, Móni. Thomas vagyok, te vizet Elizabeth? Thomas! My Thomas! You do not know how wonderful it is to hear your voice. Mi történt itt? I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Hol vagy? Amúgy? I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. My father and uncle, the staff, they have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. You must find all of the brass cylinders. Jó van. Oké, de mi nem lehet bemenni. Jó. Hát akkor már pisilni kell.
Olyan hangok vannak a fülhallgató, nagyon durva, tehát... Gyerekek, bárki, aki akar fülhallgatót, az ilyet vegyen. Szóval ez... Ez kegyetlen, mindent hallasz, minden apró, cseprő, minimális hangot, mindent. Anyádat, miért van ilyen hangja? Mekkorát csattant? Hú, még én is megijedtem. Hagyjál már. Na, a nagy urányítás ruha próba, a nagy harmónium előkészítése, tovább alkozottak fejétel, hangellenőrzés, színpad előkészítés, ez megvolt. Plakát a szórólapok nyitatásai, 30 esenyi rekreációk, még több üveg, borrendelések, kaviár szállítmány, székek. Jó. Jó néz neki. De miért vannak ilyen hangok, te jó úristen? És az ott fönt az emeleten a csipákol. Ki konyha. Valaki ide is bejön. De miért? De ez ki akart legyetlen itt lenni? Hogy néz ez ki ez a hely? Fúj. Mióta van itt? Csakkalom! Úristen, de megijedtem az órámtól. Csakkalom, én csak azért jöttem, hogy infarktust kapják. Valaki segítene? Bejövök a budiba. Azt mondják, itt tudok, itt kapok infarktust legelőször. Hallottatok ezt a hangot? Be lehet már repülni szekrényekbe? Ó, de jó. Ti nem halljátok ezeket a hangokat, vagy csak halucinálok? Jézus Mária, Szent József. És mi van? Ja, hogy kell egy kulcsot szereznem! Na, oké. Csodálatos, csodálatos. Na. De a csávonok miért van ilyen WC, recepció. És tudod, mi a durva? Anyád, mennyi vér? Ne! Nyis ki, nyis ki! Ha, a szívem, várjál már! Tudod, mi a durva? Mindent hallok. Na, zene nem kell. Csak hogy mindent halljatok ti is. De miért vannak ilyen hangok? Ez nagyon brutál. Nagyon durva. És hallom, mert a gyárkának a házban. Abraham?
against that useless brother of mine. Father, please. Please, she just misses mother. Abraham! Abraham! I'll be rid of this dog once and for all. Most idegállapotba jöttem, mert bántotta a kutyát. Erre fogom felakasztani a kis kukijával együtt, így. Na jó, most kihúztad a gyufát. Kihúztad a gyufát? Please help me! Baszki, megijedtelem! Who's there? Who are you? Nem, Thomas Evans. Henry! Henry Hughes! You must get me out. Hurry! We must get this door open. Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry. Do something. What? No! No, don't leave me! They might return any minute. Oh, do something! I can't break it down from my side. Good. Good. Try again. Harder, man! Throw yourself into it! Wait. Coming. They're coming. Oh God, please, no! No, don't do this! Whatever you want, I... Azt hiszem. Hogy itt történtek problémák. Jézus Istenem. Ezeket miért lehet forgatni? Miért jó ez nekem? Mindegy, találtunk egy zenebabát. Ez a Chenkin esetleg valamit? Nem írja, hogy igen, szóval... Szóval nem. És hallom, érted, hogy a házban tényleg járkálnak az emberek. Ez a szar mögé. Levágtam a biztosítékot, Get. Ó, édes halála. Vissza kell oda menni. Oké. Gyakorlám. Gyakorlám. Jézus Isten! Mik ezek a hangok? Itt kapok szívinfarktust! Segítség! Jézus Istenem, ebből a játékból bőven elég volt, ennyi eddig. Ó, mamma mia, miért kell nekem nem menni a földszintre? Ó, de jó, akadottam is kérni. Bla 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 bla. Nem szoktam bla bla bla-t mondani, de bla 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 bla. Ha de bla bla. Oké, pillanat. Egyre lejjebb süllyedek a székbe amúgy, mert nem bírom a stressz, várjatok. Most előrébb állítom. Közelebb én az arcom az izé a halálhoz. Na, följebb állítottam. Szóval... gyerekek, azt úgy fáj a fejem. Jézus Isten. Az,
Nem tudom, valaki tudom, ami jó, a migrénre szóljon már. Amúgy. Tudom, hogy később jön meg a válasz, de... Meg a srácok ugye hamarabb látják, akik az előfizető... Az előfizetős emberkék, akik hamarabb látják. Ti tudjátok, srácok, akkor please, a borsókáknak. Hajt lehet menteni, hála Istennek. Fine accent of lungs as your mother. How dare you? Get out! Get out of here now! You're just my father's oafish tool. Tool, am I? What the fuck do you know about it? No. That would be you, Lass. You'll soon see. And mark me when I say that the only instrument here is you. I said get out! Go! Go on, leave me be! Of course. As her hoity-toity fucking ladyship commands. God, that man! But what did he mean? Hát azt tett apukám, hogy itten ki kéne menni a házból. Ma itt már törném is ki az ablakot, azt mennék itt. Lennátok a fél szememre, halljátok? Néha begörcsöl az agyam. Honnan jöttem? Na. Látod, hogy azért, hogy ide importusba kerültem miatta, tehát a tiszta ideg állapotban vagyok. Egy pillanatnyi bemegyek, aztán látom a bajodat, de először szét nézünk itt, nem nézünk széjjel, oké? Okay? Hűha, feladat frissítve. Nem tudjuk kinyitni, jó? Kerestem, keres. Bor, vagy mi ez? Idegerősítő, szóval értem. Ja! Ja! Várj, várj! Gyógyítani kell magam! Be kell baszni! Nagyon jó! Idegerősítő! Bebaszunk! Ja, még gyógyítgatnom is kell magamat? Ja, jó! Várjatok! Ezt senki sem mondta! Oké! Oké! Jó, nézzük, idős pár gyermektelen exeter, de van ruhák, apróságok. Tiszteletes sarlatán, keresnék, tűz ismét, semmi menthető. Micsoda, halálset és értvénysi jegyzéke. Isaac. Micsoda. Még talán a kereskedő egyedül utazik, biztos ruhák. Tesztalany, fest egyedül utazik. Ezek ruhák. Szexbe jött, tesztalanyok, nyomozott hivatalnak, viszont jössz. Tesztalany, zenész, egyedül utazik London, Matilda Norton, zenész, egyedül utazik Bristol, újabb zenész, túl sokat kérdez, nagyon kerül. Miért? Oké. Okay. Most merre kéne menni? Arra vagy éri? Pincébe vagyunk! Elég nem tudtuk volna egy pincébe, hogy jó zárva, hála Istennek. Na várjátok, én nem arra megyek.
Mik ezek a hangok, hallod? Hagyjál már! Egyébként a vezet jó, tök jó helyen van. Nem hiába kacsintok, ez nem a kacsint. Azért kacsingatok, mert... Ó, majd itt kell majd futkároznom. Ó, de jó lesz. Csak ez a rohadt telefon. A csaj még nem bír magával. Tuti, azt hív már megint. Zenedoboz. Ennyi. Na, van, akkor ennyi. Meg egy Bambi. Pedig... Ja? Elnéztem a kijáratot. Úgyhogy te megijedtem! Na, hol voltam? Erre. Persze, arra csörög, ahol... Volt az a retek. In the attic outside the door, but I think they've gone now. I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too. They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. Snatched like that too. Our one hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. De jó, azt hiszem, hogy kerbetek ezt az embert, úgy tűnik, nem látnak. But why? What do you think is wrong with them? Megvannak vakulva. I knew noise attracted them, but what happened to their faces? Please, take the utmost care. And if I don't answer, it means I've had to hide, that they've come back. Csodálatos. Bentek ezek az ajtók úgy nyílnak, hogy instant szívinfarktust kapjál. Természetesen. Mert nekem ilyen kopogós cipőt kelt fel. Ez a pas már! Mi ez? Én nem akarok itt lenni. Ti emberek vannak? Nem pedig ilyen cuki karácsonyfa díszek? Na, most szopac! Ne, ez kurva hangos lesz, kurr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 r
Ah!
Már ezek itt igen üldözőznek. Persze ezt nem adta meg senki. Olyan hangos volt, mint az állat. Hagyjuk már, most merre kell menni? Hát annyi luk van itt! Most hittem, hogy itt nem, de ezért ellenézünk erre. Azért mindenhol el kell nézni, gyerekek, mert se lehet, hogy mit találunk, milyen lófitty van. Lófitty lófittyel. Mi? Itt vannak bebaszkodva az emberek. Ezek szét vannak kapva. Ott a Foxy a lábtörlőt. Mamma mia. Van egy kis pia, az kell. Meg kell gyógyítanom az elmémet, mert... Ne bánts! Ja. Ja, nem. Majdnem... A szívem infarktusa. Okay. Itt lesz a chapter 1. Ez jó volt. Ez tetszik. Csak a... Jól vagyok. Miért? Vagyok. Igen, visszamegyek. A buj tuti. Jaj, most tényleg visszament. Na jó. Oké. Okay. Vissza lehet menni. Én tuti onnan ott kimennék így vissza keresztül. Mindegy. Ez már az én nyűgöm kehem. Miért vagyunk kint itt a... Jó, tuti elmentjük, tehát... Az igen. Ott járkálnak ilyen emberek. Most akkor ők nem látnak. Csak hallják a kis tapancsoló lépteimet. Fasza. Jó lesz ez. Jó, gyerekek, szerintem... Az első rész legyen ennyi. A következő részt, következő... Oké, úgyis itt van elmentve. Szóval a következő epizód viszont innen fog folytatni. A következő héten. Amúgy nem volt ez a játék durva szerintem, de az, hogy hallom, hogy folyamatosan a minden, a... Konkrétan, de tényleg minden, így az agyamban ott van. Tehát úgy értem, hogy járkálnak, hallom, hogy fölöttem, mellettem, a fal túloldalán, a másik izé. Járkálnak a házban konkrétan az emberek, vagy a lények, vagy ezek nem tudom micsodák, mindegy. Hát ki vagyok az élettől. De egyébként nekem nagyon arra hagy az, hogy a csaj énekel, az anya is énekel, tehát ő valami... És általában, ami elveszi az agyadat, úgy értem, elveszi az agyadat, hát hogy... befolyásolja az értelmedet.
Az nekem nagyon szirénes, tehát hogy ez igazából a szirének tudják csak. Tehát, hogyha valamit létrehozott a faterja, és ellen dallamot kell csinálni, hát meg kell törni konkrétan azt a hatást. De jó, ez csak az én ötlet lófittyem. Úgyhogy azt tudom, hogy ugye ezt jóra értékelték, úgyhogy ennyi. Úgyhogy ezt most kíváncsi vagyok, hogy mégis milyen. Jó, hát akkor innen fogjuk folytatni szerintem a következő epizódot, és akkor igazából találkozunk következő hét palapéntekén, úgyhogy addig is jók legyetek, és ja, úgyhogy sziasztok!